A mai alkalommal egy új prédikációs sorozatot szeretnék kezdeni, amelynek azt a furcsa címet adtam, hogy Lelkek lótetői. Hát ez rendkívül költői cím, egy alliteráció, ugye ugyanazzal a betűvel kezdődik mind a kettő szó, és hát olyan lágyan hullámzik, amikor kimondjuk, hogy lelkek lótetűi, bár a tartalma azért ennél egy kicsit hát abszurdabb. Elnézést kérek mindenkitől, aki irtózik a rovaroktól, és aki így lenne, azt most kérem, hogy egy néhány perc erejéig fogja be a fülét, csukja be a szemét. De hát az a helyzet, hogy nekem gyerekkori élményem jutott eszembe, amikor olyan helyen laktunk, ahol volt kertünk, akkor többször volt alkalmam találkozni lótetűvel. Hát ugye el tudjátok képzelni, aki esetleg nem ismeri, hogy milyen az a lótetű. Hoztam egy kis videót nektek, hogy ezt láthassuk. Ez egy olyan állatka, nem csak lótetűnek, lótücsöknek, lóféregnek vagy vakontücsöknek is nevezik. 4 cm-től akár 10 cm hosszúságig megnőhet, és a felszín alatt él. Alapvetően nem növényekkel táplálkozik, hanem gilisztákkal és egyéb pondrókkal, amiket ott talál. Azonban mivel újnyi járatokat válj magának a felszín alatt, ezért mindent szétrág, ami az útjába kerül. És hát képzeld el azt, hogy van egy gyönyörű kerted, haszonnövényekkel, palántákkal, paradicsommal, paprikával, krumplival beültetve, és egyszer csak azt látod, hogy valami történt ezzel a növénnyel, mert elkezd elfonnyadni, lekókadni, elszáradni, és az a termés, amit vártál tőle, amiben reménykedtél, az egyszerűen nem jelenik meg rajta, mert ez a jószág, látjátok milyen csápjai, lapácsai vannak, ez megrágta a gyökereid. Hát akkor erről ennyit. Remélem most már érzitek, hogy tényleg komoly fenyegetést jelent az ember kertjére, hogyha lótetű van benne. Ám de vannak olyan kártevők, amelyek nem a kertünket, hanem a lelkünket fenyegetik. Nagyon hasonlóan működnek, mint a lótetű, hogy ott a felszín alatt elkezdik rágni a lelkünket, és olyan dolgokat csinálnak bennünk, amelyek megakadályozzák azt, hogy mi Istennel közösségben legyünk, hogy az ő szeretetéből táplálkozzunk, és meghiúsítják azt a gyümölcstermő életet, amit egyébként Isten nekünk szánt. Úgyhogy ebben a sorozatban ilyen kártevőket szeretnék sorra venni, amelyek rághatják, pusztíthatják a lelkünket a felszín alatt. Erről nem nagyon beszélünk a külvilágnak, sokszor talán senki sem tud róla, de mégis nagyon kártékonyak. Az első kártevő az a bűntudat lesz. Ezért is adtam a prédikációnak azt a címet, hogy mea culpa. Tudjátok, ez egy szép latin kifejezés, a katolikus misének a bűnbánati részéből származik, amikor azt mondják az emberek, hogy mea culpa, mea maxima culpa. Én vétkem, én igen nagy vétkem. És hát ez elterjedt a szóbeszédben is, ez a kifejezés, nem csak a templomban használják az emberek, hanem olyankor is, amikor valaki érzi azt, hogy valami nagy bűnt követett el, valamilyen nagy vétke van, valami nagyot hibázott, és ettől nem tud szabadulni, és akkor csak ez zúg benne, hogy mea culpa, én vétkem, én igen nagy vétkem. Úgyhogy szeretnék a bűntudatról beszélni nektek azért, hogy megértsük ennek a működését, és még inkább, hogy megértsük, hogy hogyan lehet megszabadulni tőle. Mert Isten, mint jó kertész, szeretné a lelkünket megtisztítani minden olyan kártevőtől, amely elrágja a gyökereinket, amely nem enged minket Isten szeretetében élni, és amely megakadályozza a gyümölcstermő életünket. Úgyhogy szeretnék 2 bibliai idézetet mutatni nektek, ami erről a témáról szól. Nagyon szeretem ezeket az igéket, és nagyon sokat mondok e tekintetben is. Az első a 32. Zsoltár, ami így hangzik. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, elhallgattam a vétkeimet, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkeimet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te
megbocsátottad bűnömet, amit védettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Olyan, milyen nagyszerű zsoltár. Nem tudom, hogy nektek hányszor jelentett már vigasztalást, hányszor mutatott már kiutat ez a zsoltár, nekem sokszor. És nagyon szeretem, mert Istennek a szava és Istennek az erejét, Istennek a megoldását találom benne. Ahogy látjátok, ezt a zsoltárt Dávid írta, és azt mondja, hogy a boldogság akkor tud az ember életében igazán létrejönni, amikor nektek is gyerekbemutatás lesz. Vagy hirtelen meglepődtem, hogy valamiről lemaradtam. Tomi, hadd gratuláljak. Na, hol is tartottam? Ti ilyenekkel elvonjátok a figyelmet. Szóval, szóval azt mondja Dávid, hogy igazából az a boldog ember, akinek a bűnei megbocsátottak. Akinek tiszta a szíve. Bűntudattal nem lehet boldog életet élni. Ha nem tiszta a lelked, ha rágja ez a féreg, akkor nem tudsz Isten áldásában, Isten boldogságában élni. Dávid személyes tapasztalatai alapján írta ezt a zsoltárt. Ugye érződnek a szavakból, hogy nem egy elméletről van szó, nem egy pszichológusnak a tanulmányát olvassuk, hanem olyan embernek a vallomását, aki átélte a bűntudatot is, meg átélte a bűntudattól való szabadulást is. Szeretném felolvasni nektek azt a zsoltárt, ami szintén Dávid zsoltára, és még részletesebben bemutatja, leírja, hogy min is ment keresztül Dávid akkor, amikor ezeket a dolgokat átélte. Ez a zsoltár pedig az 51. zsoltár. Dávid ezt a zsoltárt akkor írta, illetve azt követően írta, amikor élete talán legnagyobb baklövését követte el. Akik ismeritek a Bibliát, ismeritek talán Dávidnak ezt a történetét is. Akik nem ismeritek a Bibliát, talán nem vagytok keresztények, szeretném röviden elmondani, összefoglalni, hogy miről is szól ez a történet. Dávidot nagyon kedvelte Isten. Egy olyan ember volt, aki nagyon bízott Istenben, és Isten is nagyon szerette őt, mert tiszta szívű volt. És azért Isten királlyá tette őt, neki ajándékozta Izrael trónját. És minden nagyon szépen haladt, ment, és valóban Dávid Isten szerinti király és uralkodó volt, de egyszer megkörnyékezte őt a bűn. Az történt, hogy amikor a seregei éppen csatában voltak, ő pedig otthon a palotája tetején sétálgatott, akkor megpillantott egy szomszédos kertben fürdőző hölgyet, aki mezítelenül fürdött. És hát Dávidban feltámadtak a férfiúi ösztönök, megkívánta ezt a hölgyet, magához hivatta, vele együtt hált, lefeküdt vele, és azután hazaengedte. A probléma az volt, hogy ez a nő, ez egy férjes asszony volt. És Dávid még a férjét is ismerte. És az ő férje Dávid egyik hős vitéze volt, aki az életét kockáztatta folyamatosan az ő királyáért. És miközben a Dávid a feleségével hált, az asszonynak a férje, pont Dávidért harcolt valahol a csatamezőn. Hihetetlen, aljas, jellemtelen bűnbe csúszott bele Dávid. És amikor ezen túl voltak, egyszer csak az asszony üzent, hogy hát az a helyzet, hogy fogantam. Ugye? Az egyik bajt tetőzi egy még nagyobb baj. És Dávid pánikba esett, most mi legyen? Nem sokáig, mert megoldást talált ki, és az volt a megoldása, hogy akkor valahogy ezt elsimítjuk. Hazahívta a csatából a vitézét, vengvendégelte, leitatta, gondolta, részegen hazamegy, vagy egyébként is hazamegy, és ha már hazajött a csatából, hát ugye kihasználja a lehetőséget, hogy a feleségével együtt legyen, úgyhogy akkor majd úgy fog tűnni, hogy az ő gyereke volt. De képzeljétek el, hogy ez a vitéz annyira hűséges volt Dávidhoz, hogy inkább a küszöbön aludt, és nem ment haza a feleségéhez, mert azt mondta, hogy ha az én bajtársaim a harcmezőn küzdenek, én hogyan tehetném meg, hogy itthon a feleségemmel élvezem az éjszakát. Ilyen jellemes, hűséges ember volt. Dávidnak nem jött össze a taktikája, hiába itatta le, a vitéze még részegen is hűséges volt. Úgyhogy mit volt mit tenni? Dávid írt egy levelet a hadvezérének, odaadta Uriásnak, ennek a vitéznek, saját magával küldte el, és a levélben azt írta a hadvezérnek, hogy állítsátok a frontvonalra, az első sorba, és amikor a leghevesebb a harc, akkor vonuljatok vissza, hagyjátok magatokra, magára hadd halljon meg. És így történt. Ezt a hős vitézt, ezt a hűséges harcost
odaállították az első sorba, és ahol a leghevesebb volt a küzdelem, és amikor zajlott a csata, magára hagyták, és az ellenség megölte. Aztán a hadsereg kapitánya küldött egy levelet Dávidnak, hogy hát királyom, a küldetés teljesítve van, Úriás, a te szolgád meghalt. Mire Dávid azt mondta, hát mit lehet itt csinálni, a harcba hol ez esik el, hol az esik el, ilyen az élet. És aztán feleségül vette a megözvegyült asszonyt, és így az ő gyermekeként született meg az a gyermek. Hihetetlen, hogy Dávid, aki olyan sok dologban példakép előttünk, zsoltárok szerzője, szellemi énekeknek a költője, inspirált ember, szent szellemmel teljes ember, egy ilyen gyalázatos dologba süllyed bele. Talán emlékeztek, a múlt vasárnap mondtam, hogy szeretem a Bibliát, többek között azért is, mert az igazságnak a könyve. Mert a hithősöknek nem csak a győzelmeit mutatja be, hanem a kudarcait is. Miért? Mert mi sem csak győzünk, nekünk is vannak kudarcaink. És akkor tudunk azonosulni igazából, és tudjuk megérteni, hogy Isten nem csak a győzelmekben, hanem a kudarcokban is ott van. Szóval Dáviddal ez történt. És képzeljétek el, úgy megkeményedett a szíve, hogy valahogy nem ébredt rá, hogy milyen gyalázatos dolgot követett el. Úgyhogy Isten elküldte hozzá a prófétát Nátánt, és egy tanmesén keresztül ráébresztette Dávidot, hogy milyen nagy az ő vétke. És amikor Dávid felismerte a bűnét, akkor megalázkodott, összetört, bűnbánatot tartott, kérte Istent, hogy bocsásson meg neki. Isten pedig megbocsátott. És erről az élményről szól az 51. Zsoltár. Olvassuk el. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet. Nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vesd el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vértontottam. Ó Isten, szabadító Istenem! És igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen. Építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Ugye mennyire mélyen szántó ez a Zsoltár? Amikor ismerjük a történetet, ami mögötte húzódik, annyira érthetővé válik minden. Voltál már ilyen helyzetben? Amikor nagyon-nagyon-nagyon rád nehezettek azok a dolgok, amelyeket elrontottál, amelyeket helytelenül cselekedtél, és érezted, hogy egyszerűen nem tudsz ettől a tehertől szabadulni. De aztán Isten megérintett, megtisztított, megbocsátott neked, helyreállította, hogy Dávid írja költőjén, újra felépítette Jeruzsálem kőfalait. Milyen csodálatos ez. Szeretnék egy picit részletesen ebben beszélni a bűntudatról, annak a működéséről, annak a következményeiről, és az abból való szabadulásról. Az első kérdés, hogy mi is az a bűntudat? Ugye ez viszonylag egyértelmű. A bűntudat az a lelki teher, amelyet azok miatt, a dolgok miatt érzünk, amit helytelenül tettünk. Tehát a bűntudat az egy lelki teher, amit azok miatt, a dolgok miatt érzünk, amelyeket helytelenül tettünk.
valamit rosszul tettem, és ott él a tudatomban, aktívan bennem van, és kifejti a hatását. Mint ahogy a lótető ott van. Nem látszik, de ott van, és rág. És egyszerűen alásása a lelkemnek a belső tartalmát. Ebben az 51. Zsoltárban az 5. vers a Károli fordítás szerint úgy szól, ez nagyon tetszett nekem, ezért ezt a Biblia verset a Károli fordításból idézem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Hát körülbelül ez a bűntudat. Amikor pontosan tudod, hogy mit rontottál el, és szüntelenül előtted forog az, amit elrontottál, rád nehezedik, és nem tudsz szabadulni tőle. Ismeritek ezt az érzést? Ugye? Ismerem az én vétkemet, szüntelen előttem forog, nem tudok szabadulni tőle. És akkor sóhajtozok, hogy mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. A bűntudat különféle erősségű és intenzitású lehet. Vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatosan nem érzünk olyan nagy bűntudatot, de vannak olyan dolgok is, amelyekkel kapcsolatosan évek, vagy akár évtizedek után is bűntudatot érzünk. Különböző erejű, különböző intenzitású lehet a bűntudat, nyilván attól függően, hogy milyen súlyú volt a vétség, ugye a kis vétek miatt az ember általában kisebb bűntudatot érez, a nagyobb vétség miatt az ember nagyobb bűntudatot érez, ettől is függ a bűntudatnak a mértéke, meg attól is, hogy ki milyen lelki alkat. Ugye vannak olyan keményebb lelkű emberek, akik hamarabb túlteszik magukat a vétkeiken, és vannak olyanok, akik meg érzékeny, lágyszívűek, és egyszerűen nagyon nehezen tudnak megszabadulni a bűntudatnak a súlyától. Olyan is van, hogy a bűntudat időszakosan tér vissza, olyan, mint egy hegyi folyó, aminek a medrében néha nincs semmi, néha meg kiárad, és egyszerűen lehetetlen közlekedni. A bűntudat is ilyen. Van, amikor nem érzi az ember, máskor meg úgy rátér, hogy mindent elönt. Mi okozhat bűntudatot az életünkben? Mondhatnánk, hogy hát a bűn, nem? Hát benne van a szóba, a bűntudat, azt a bűn okozza. De nem csak bűn okozhat bűntudatot, ezért szeretném röviden így felvázolni, hogy mi minden okozhat még bűntudatot. Nyilván az első dolog, ami bűntudatot okoz, az a vétek. Amikor valamit vétettél. A kis dolgok is okozhatnak bűntudatot, de a nagy dolgok igazán nehezen kezelhető bűntudatot okoznak. Lehet, hogy valaki házasságot tört. Lehet, hogy ellopott valahonnan valamit. Lehet, hogy abortusza volt, megölette a gyermekét, vagy a feleségének, vagy a barátnőjének a gyermekét. És ezek a vétkek egyszerűen ott forognak előtte. Lehet, hogy már nincs jelen az életében maga a vétek, lehet, hogy régen történt, de még mindig ott forog előtte. Ami még bűntudatot okozhat, azok a kudarcok. Amikor valamit csináltam, de kudarcot vallottam benne. És mivel kudarcot vallottam, egyszerűen annyira vétkesnek érzem magamat, és rám nehezedik. Elkezdesz egy iskolát, aztán nem bírod befejezni. Belevágtál egy párkapcsolatba, egy házasságba, de válással végződött. Vagy becsületes gyereket akartál nevelni, vagy felnőttet a gyerekedből, de nem úgy sikerült. Az ember életében lehetnek olyan dolgok, amelyeket fontosnak érzett, amelyekben nagy reménységgel vágott bele, de azután mégsem úgy sikerült. És ezek a kudarcok rá tudnak nehezedni az emberre. Nyilván kapcsolatban van a vétekkel, de nem föltétlen csak vétek lehet, hanem bármilyen más egyéb kudarc. Aztán egy harmadik dolog, ami bűntudatot okozhat az embernek, az a hiba. Amikor nem szándékosan, de valamit elrontottam. Nem szándékosan, de valamit elrontottam. Lehet, hogy egy halálos kimenetelű balesetet okoztam. Lehet, hogy félrekezeltem valakit, és ennek rossz következményei lettek. Valamit elmulasztottam, ami embereknek nagy kárt okozott. Nem direkt volt, nem szándékosan volt, de nem tudok egyszerűen szabadulni a hatalma alól. Egyik ismerősöm, aki mozgássérült emberekkel foglalkozó intézményben dolgozik, mesélte nemrégiben nekem, hogy volt egy munkatársa, aki öngyilkos lett. Azért lett öngyilkos, mert egy gondozott előtte 2 héttel meghalt. És úgy érezte, hogy ő rosszul kezelte,
És ennek lett a következménye valahol, hogy meghalt az a gondozott. És hiába mondta mindenki, hogy nem ez az oka. Hiába erősítették meg tudományos alapon, hogy nem ez az oka. Ő mégis úgy érezte, hogy ő az oka. Nem akarta, jót akart, de így sikerült, és nem bírta elviselni ennek a terhét, és véget vetett az életének. Amikor belevágsz egy üzleti vállalkozásba, de nem úgy sikerül, amikor elveszíted a pénzedet, vagy a családodnak a pénzét, vagy valami komoly felelősséggel rosszul bánsz, kudarcot vallasz, hibázol, és egyszerűen úgy rád nehezedik a terhe ennek a kudarcnak, ennek a hibának, hogy nem bírod azt feldolgozni. Bűntudatot okozhat még a gyengeség is. Amikor felismerem, hogy vannak olyan gyengeségeim, személyiségbeli, jellembeli gyengeségeim, vagy egyszerűen bizonyos képességeknek a hiával vagyok. Nem tudok olyan lenni, amilyen az apám akarta, hogy legyek. Azt várják tőlem az iskolába, hogy nem tudom én ezt a diplomát megszerezzem, de nem tudom megszerezni. Nem tudok megfelelni a férjemnek. Nem tudok megfelelni a feleségemnek, nem tudok megfelelni a szüleimnek, egyszerűen nem az vagyok, amit ők várnak tőlem. És hibás vagyok emiatt, nem vagyok elég jó, nem vagyok olyan. És ott van a bűntudatnak a terhe az embernek a lelkén. Van még egy ötödik dolog is, ami bűntudatot okozhat, és ez egy nagyon érdekes terület, ez másoknak a bűnei. Van, amikor egy ember mások bűnei miatt érez bűntudatot. Ez gyakran gyerekekkel fordul elő. Vagy szexuálisan bántalmazott, erőszakot szenvedett emberekkel, akiket mondjuk gyermekkorban molesztáltak, vagy erőszakoskodtak vele, vagy a szüleik rosszul bántak, és úgy érezték, hogy ők a hibásak, hogy ez megtörtént. És egy másik ember, aki ellenük vétett, az ő bűnének a súlyát maguk hordozzák. Látjátok tehát, hogy a bűntudatnak sokféle forrása lehet. A vétkek, a kudarcok, a hibák, a gyengességek és mások bűnei. Mit eredményez a bűntudat egy ember életében, mivel járhat a bűntudat? Igaz, ez egy lelki teher, de szeretnék egy pár dolgot mutatni, amit a bűntudat létrehoz egy embernek az életében. Az első, talán ami jelentkezik, a szégyen. Emlékeztek, hogy az Édenkertben Ádám és Éva, amikor vétkeztek, mit csináltak? Elbújtak. Hirtelen elkezdték szégyelni magukat. Elkezdték szégyelni magukat egymás előtt, és elkezdték szégyelni magukat Isten előtt. Annyira érdekes ez. Nem tud senki a bűnödről. Nem látja senki a férget, ami a lelkedet rágja, hogy a Petőfi mondta, egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák, közt halni meg. Hogyan tovább? Úgy sorvadni el, mint a virág, melyet titkos féreg fog a rág. Titkos féreg fog a rág. Alliteráció. Mindegy. Szóval, titkos féreg fog a rág. Tehát ott van az a titkos féreg. És szégyeld, és rányomja a bélyegét az életedre, ahogyan Ádámnak és Évának az emberi kapcsolataira is rányomta, és az Istennel való kapcsolatára is rányomta. Aztán a bűntudat járhat önváddal, amikor az ember egyszerűen vádolja magát folyamatosan, hogy elrontottad, és ott van a lelkiismeret furdalás az emberben. Egy következő dolog a bánat, a szomorúság. Miért? Miért? Ó, miért? És a keserűség. És ez akár teljes depresszióba is tud fordulni. Aztán egy másik következménye lehet a bűntudatnak a kompenzálási kényszer. Amikor egy férj állandóan lesi a feleségének minden kívánságát, virágot hozna, anyukám ide ülj le, így úgy, és közben az az oka, hogy 15 évvel ezelőtt megcsalta, és azóta úgy érzi, hogy állandóan kompenzálnia kell. A szülő durván bánt a gyerekével, és úgy érzi, hogy most mindig ajándékokat kell neki venni. Szóval a bűntudatnak egy következménye, amikor az ember állandóan kompenzálni akar, valamilyen módon úgy érzi, hogy ellensúlyoznom kell azt a vétket, amit elkövettem. És ez egy helytelen, torz
motivációs rendszert hoz létre az embernek a bensejében. Egy másik eredménye, következménye a bűntudatnak a méltatlanságérzés. Amikor úgy érzem, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy Isten szemébe nézzek, nem vagyok méltó arra, hogy emberekhez forduljak, én annyira méltatlan vagyok, és ez el tudja torzítani az embernek az egész identitását, énképét. Egy következő dolog az életerő megrokkanása. Emlékeztek, hogy mit írt Dávid? Azt írta, hogy az erőm ellankadt, mint a nyári hőségben, és rám nehezedett a kezed, és úgy éreztem, hogy a csontjaim sorvadoznak. Amikor megrokkan egy embernek az élete ereje, nem tudod, hogy mi a baja. Hát látszólag semmi sincsen. De ott rágja az a titkos féreg, a bűntudat, és szárnyát szegi. Leoltja a kreativitást, az életkedvet, a tetrekészséget, és a fizikai betegségeket is tud okozni. Amikor megbetegíti fizikailag az embert a bűnének a súlya. És kialakulhat az önutálat, amikor valaki utálja magát. Vagy amikor elkezdi valaki büntetni önmagát. Úgy érzi, hogy avval tudja meggyógyítani a bűntudatot a lelkében, hogy bünteti magát. Megvonja magát. Nem, én nem megyek szabadságra. Nem, én 12 órát fogok dolgozni. Nem, én nem eszek finom falatokat. Csapkodja magát átvitt értelemben. Minden módon bünteti magát, mert úgy érzi, hogy talán ezzel enyhített azon a terhen, ami a lelkét nyomja. És a legrosszabb, ami történhet, az, hogy véget vet az életének. A Bibliában van egy ember, akinek fantasztikus elhívást adott Isten. Úgy hívták, hogy Júdás, a 12 apostol egyike lehetett volna. Jézussal együtt járt ugyanúgy, mint a másik 11. Látta Jézusnak a csodáit. Hallotta a fantasztikus tanításait. Érzékelte azt a lenyűgöző személyiséget, ami Jézusból áradt. Ugyanúgy elment a párjával, hogy hirdesse az evangéliumot, csodákat tett. Mindenfélében része volt, amiről csak álmodunk. De volt egy bűn az életében, a pénzhez való egészségtelen kötődés és a pénzsóvárgás, amit nem rendezett el, ezért ez a gyilkosává vált. És hát ismeritek a történetet, hogy lopott a pénzből, és amikor úgy alakult a helyzet, úgy érezte, hogy most egy jó üzletet csinálhat avval, hogy Jézust egy kicsit, hát móresre tanítják. És 30 ezüst pénzért feladta Jézust a vallási vezetőknek. Most nézzük, hogy mi történt. Az ördög hihetetlenül aljas. Először is csábít, belevonz, ellenállhatatlanul a bűnbe, és amikor megteszed, akkor azonnal elkezd vádolni. Ez történt Júdással. A sátán belevitte a bűnbe, úgyhogy a csábító alakulata levonult, a gonosz szellemek csábító alakulata, amikor megtörtént, és utána felvonult a következő munkacsapat, a vádló csapat. És azok meg elkezdték vádolni, és úgy vádolták, hogy a bűntudat olyan erős lett, hogy végül úgy érezte, hogy ő már nem is méltó arra, hogy éljen. Számára nincs remény, nincs megoldás, az ő bűne megbocsáthatatlan. Ezzel a féreggel, a bűntudattal kapcsolatosan tudnunk kell, hogy van az embergyilkosnak, a sátánnak egy hazugsága, amelyekkel nagyon sok embert becsapott már. Ez a hazugság pedig úgy hangzik, hogy nincs bocsánat. Számodra nincs bocsánat. Erre nincs megoldás. Legjobb, hogyha most itt elásod magadat, és mindennek vége van. Ez a sátán hazugsága. Tudjátok, Jézus azt mondta a sátánról, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Egy vágy vezérli, hogy megölje, elpusztítsa az embereket. Hogyan teszi ezt? A hazugságaival többek között. Mert ezt is mondja, hogy a hazugságatja. Amikor azt hazudja neked, hogy nincs bocsánat a bűnödre, azt hazudja, hogy nincs bocsánat a kudarcodra, azt hazudja, hogy nincs bocsánat a hibádra, nincs bocsánat a gyengeségedre, nincs bocsánat arra, amit átéltél, amit veled tettek, akkor becsap téged. És ezen keresztül rád pakolja mindazt, amit csak a bűn tudat hozhat. És az a célja, hogy tönkre tegyen, hogy elpusztítson, hogy elrágja a gyökereidet, hogy elvágjon téged vagy időszakosan, vagy véglegesen az Isten szeretetétől, az Istennek az életétől, és hogy teljesen terméketlenné tegyen téged.
A mai üzenetem az, hogy Isten fel akar szabadítani minden embert a bűntudat alól. Ha bármelyikben magadra ismertél, amiről most beszéltem, akkor az az Isten üzenete hozzád ma délelőtt, hogy ő fel akar szabadítani téged ennek a terhe alól. Akár a vétked, akár a kudarcod, akár a hibád, akár a gyengeséged, akár mások bűnei miatt jött az életedbe bármi, amit a bűntudat behozott. Az élő Isten fel akar téged szabadítani. Ezért íratta meg a Szent Szellem által Dáviddal a 32. Zsoltárt, meg az 51. Zsoltárt, amikor azt mondta, hogy boldog az az ember, akinek az Úr akinek a vétkei megbocsátattak, és a lelkében nincsen álnokság. Az Isten fel akar téged szabadítani. Kedves barátaim, mi egy modern, civilizált, jóképű társadalomban élünk, ahol mindenki törekszik arra, hogy egy kellemes látszatot tartson fent a többiek előtt. De meggyőződésem, hogy rengeteg ember lelkét rágja ez a titkos féreg. Igen, a te hibád, hogy XY-nal ez történt. Igen, a te hibád, hogy ez van. És pusztítsd el magad, és ott rág a bűntudat. De az Isten szeretne felszabadítani minden embert a bűntudat alól. Mert ő arra teremtett, hogy a lelked szabad legyen. Arra teremtett, hogy a gyökereid bele mélyedjenek az ő szeretetébe, az ő jóságába, hogy magadba szívd az ő békéjét, az ő örömét, az ő életét, és ebből táplálkozva tudj prosperálni. Az Isten szeretetből teremtett téged is, és szeretetre teremtett. Arra teremtett, hogy élvezd az ő jóságát, élvezd az ő szeretetét, és hálából, viszonzásként te is szeresd őt. És ezért az összes lótetőt a lelkedből ki akarja pusztítani. A bűntudatot is. A kérdés, hogy hogyan szabadulhatsz meg tőle? Hogyan szabadulhatsz meg tőle? A legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani nektek ma, hogy a bűntudattól csak úgy szabadulhatsz meg, ha megszabadulsz a bűntől. A bűntudattól csak úgy szabadulhatsz meg, ha megszabadulsz a bűntől. Ha nem szabadulsz meg a bűntől, nem fogsz megszabadulni a bűntudattól sem. Példabeszédek könyvében van egy ilyen gondolat, hogy üzd el a rágalmazót, és megszűrik a viszály. Üzd el a rágalmazót, és megszűrik a viszály. Addig, amíg a rágalmazó ott van, a viszálynak sem lesz vége. Hiába moderálni akarjuk, vagy nem tudom, mit akarunk, a szívemben akkor szűnik meg az okozat, amikor eltávozik az ok. Takarítsd el a dögöt, és eltűnik a büdös. Üzd el a lótetűt, és újra élednek a növények. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert azt mondja a Biblia, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott és vétke eltöröltetett. Szóval, ha nincsenek a bűnök megbocsátva, és nincsenek a vétkek eltörölve, akkor lehetetlen megszabadulni a bűntudattól. Ha úgy akarsz megszabadulni a bűntudattól, hogy nem akarsz megszabadulni a bűntől, az nem fog működni. Minden olyan elmélet, praktika, tanács, módszer, ami úgy szeretne téged megszabadítani a bűntudattól, hogy nem szeretne megszabadítani a bűntől, az téves. Mert lehetetlen. Ahhoz, hogy megszabadulj a bűntudattól, meg kell szabadulnod a bűntől. Vannak téves utak. Szeretnék csak 4 ilyen téves utat megmutatni, amely talán divatos lehet, amelyhez sokan nyúlnak, vagy amelyeket sokan ajánlanak, hogy na így, ezzel szabadulj meg a bűntudattól. Az egyik ilyen, az az önigazolás. Amire nem is nagyon kell tanítani minket igazából, mert hát ugye ez megy nekünk úgy is. És Ádám és Éva pont ezt a szisztémát gyakorolta az Édenkertben. Ha nem én vagyok a hibás, hanem ő. Hát azért, mert a kígyó, meg minden. És amikor az ember megpróbálja igazolni önmagát, akkor úgy akarja a bűntudatot megoldani, hogy a bűnt nem vállalja föl.
Ó, hát mások is ilyenek, nem csak én csinálom. Hát ő is lopott, ő se tanult, mit tudom én. Amikor áthárítom a felelősséget emberekre vagy körülményekre, ez az önigazolás módszere, ez nem célra vezető és nem isteni módszer. A másik az elfojtásnak a módszere. Amikor megpróbálod elfelejteni, megpróbálsz túllépni rajta. Amikor azt mondja, hogy ne beszéljünk róla. Hát amiről nem beszélünk, az nincs is. Ugye ez, mikor a gyerekek bujócskáznak, hogy elbújtam, apa, ugye? Jaj, hol is vagy? Szóval az ember, a gyerek befogja a szemét, és azt hiszi, hogy most senki se látja. És az elfojtásnak a módszere ugyanezt a gyerekes butaságot akarja gyakorolni. Hogy úgy tudsz megszabadulni a bűntudattól, ha nem gondolsz a bűnödre. Próbálj meg nem gondolni rá. Menj szórakozni, igyál jól sokat, szerez örömöket, élvezeteket, töltsd ki az idődet munkával, vagy bármivel, próbáld elhesegetni magadtól, kizárni a gondolataidból azt, hogy te vétkeztél. Na most ez egy darabig működik, csak utána akkor fog előtörni, amikor nem is gondolod. Lehet, hogy álmodba tör rád. Nekem volt olyan az életemben, amikor valamilyen rendezetlenség volt az életemben, és ezt a módszert próbáltam gyakorolni, és ment is, de volt, amikor éjszaka álmomban olyan erővel tört rám a bűntudat, hogy úgy éreztem, belepusztulok. Mint hogyha benyomtak volna a kemegyet, és napokig csak kóvályogtam. És rájöttem, hogy ez nem fog így működni. Egy harmadik téves módszer az átszínezés módszere, én ezt a nevet adtam neki. Amikor bagatellod, ó, hát nem is olyan komoly ez. Vagy amikor pozitivizálod, hát igazából ez nem is rossz, ez jó. Tudjátok, mondtam azt a viccet, történetet, hogy volt két barát, és találkoztak egymással, és látta az egyik a másikon, hogy nagyon el van keseredve. És kérdezhetőleg, mi a baj? És azt mondta, hát vizelettartási problémáim vannak. És hát azt mondja, ez tényleg nagyon rossz. Hát ez van, nem tudom. Amikor rám jön, bárhol vagyok, egyszerűen nem tudok mit csinálni. Ez most ugye nem vicc, mert ez egy valódi probléma. És tényleg nagyon, nagyon nehéz probléma, amikor valaki ezzel küzd. Azt mondja a barátja, te pszichológusnál már voltál? Hát nem. Hát szerintem menj a pszichológushoz, az lehet tud neked segíteni. Hát ezzel el is váltak egymástól, és egy bizonyos idő után megint találkoznak, és hát látja a barát, hogy a barátja már nem szomorú, vidám, mosolyog, minden oké. Ú, de jó így látni téged, végre nem szomorkodsz, hanem vidám vagy. Voltál pszichológusnál? Igen, voltam. És megszűnt? Nem, de most már büszke vagyok rá. Tehát ez az átszínezésnek a módszere, az is egy javaslat arra, hogy hogyan szabadulj meg a bűntudattól. Csinálj a mínuszból pluszat, és akkor mindjárt úgy érzed, hogy te vagy a királygyerek, hogy még hogy úgy leittam magam a hétvégén barátaim, hogy 3 napig nem tértem magamhoz. Én vagyok a vagány gyerek. És átszínezed, és büszke vagy rá, és azt hiszed, hogy ez jó. De a helyzet az, hogy az ember egy ideig, óráig be tudja csapni a lelkét, de azután nem. Mert fel fogja ütni a fejét a valós teher. És van egy negyedik téves módszer is, ez az önmegbocsátás módszere, én ezt a nevet találtam ki, amikor azt mondják, te bocsáss meg magadnak. Bocsáss meg magadnak, hát elkövetted, most ez van, hát most ezt fogod hordozni egész életedbe, bocsáss meg magadnak. És akkor megbocsátom magamnak. Na most ez nagyon jól hangzik, tudjátok, mi a probléma vele? Hogy nekünk nincs kompetenciánk arra, hogy megbocsássuk magunknak a bűneinket. Nincs rá hatásköröm. Egyetlen egy valaki van a mindenségben, aki a bűnöket megbocsáthatja. Az kicsoda? Ő az Isten. Azt írta a Zsoltárban Dávid, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs a lelkében álnokság. Ki nem rója fel neki? Az Úr. Te hiába bocsátasz meg magadnak, hogyha az Úr nem bocsátott meg neked, akkor nem segítettél magadon. Ez egy hamis elképzelés. Ez tévút. Akárki is mondja, bármi dörőbetű legyen a neve előtt. Bocsáss meg magadnak, az megoldja. Hát megbocsátottam már rengetegszer, de még mindig nem tudtam megszabadulni tőle. Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezek téves utak. Az önigazolás, az elfojtás, az átszínezés, az önmegbocsátás. Ezek téves utak. Ezek nem vezetnek valódi szabaduláshoz.
Mi az, ami valódi szabaduláshoz vezet? Azért írtam oda, hogy egyetlen, mert ez nem egyszerűen csak helyes, nem csak a helyes megoldás, hanem az egyetlen megoldás. Az egyetlen megoldás a bűntől való szabadulásra, hogy a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg, csak Jézus Krisztus által. Egyedül Isten bocsáthatja meg, csak Jézus Krisztus által. Ő az, aki meg tudja bocsátani a bűnöket. És az az jó hírem, és igazából ezt szeretném kidomborítani ma délelőtt előttetek, hogy amikor Jézus, az Isten testet öltött fia, meghalt a kereszten, akkor az a világ bűneiért történt. A te bűneidért történt. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor magára vette az összes vétkedet, az összes kudarcodat, az összes hibádat, az összes gyengeségedet, sőt, azokat a fájdalmakat is, amelyeket mások bűnei okoztak neked. Mindent magára vett Jézus, amikor a kereszten függött. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez nem lélektan. Ez nem önszugesszió. Ez nem lelki gyakorlat, hanem ez tény. Ez egy történelmi tény, ami megtörtént. Amikor a názáreti Jézus a kereszten függött, és ott a szenvedéseinek az utolsó pillanatait élte, akkor azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Hogy ki van fizetve. Szeretném, hogyha meghallanád, akár itt vagy, akár a videón keresztül nézed, hogy az Isten fia, aki ártatlanul meghalt a kereszten a bűneidért, kifizette minden tartozásodat. Nem azért szabadulhatsz meg a bűntől, mert elhiteted magaddal, hogy ez nem volt komoly. Nem azért szabadulhatsz meg tőle, mert megváltoztatod az előjelét, vagy bármilyen egyéb módszert alkalmazol, hanem tényleg megszabadulhatsz a bűneidtől. Tényleg megszabadulhatsz minden bűntudattól, mert az Isten fia kifizette helyetted a tartozásodat ott a kereszten. Azt írja a Biblia Róma 4.25-ben, hogy aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott a megigazulásunkért. Meghalt a bűneinkért, és feltámad, hogy felmentessünk minden bűnünk alól. Ez az igazi megoldás. Dávid miről írt? Hogy bevallottam a bétkemet az Úrnak. Elmondtam neki, töredelmes szívvel, Isten előtt, megtört szívvel, és mi történt? Ő felszabadított engem, megbocsátotta a bűneimet, és szabad vagyok. Ez egy valóságos lehetőség, úgyhogy hívlak téged ma, hogyha ez a féreg rágja a lelkedet, bármi miatt, akkor gyere Jézus Krisztushoz, mert Isten a bűnödet megbocsátja, és megszabadít téged a bűnöd minden következményétől. Hogyan lehet ezt megtenni? Szeretnék csak egy néhány fontos dolgot mondani nektek tanácsként. Először is tárd fel a bűntudatod okát. Tehát határozd meg pontosan, hogy mi miatt érzel bűntudatot. A bűntudat nem csak úgy általánosságban van az emberen, hanem általában, illetve legtöbbször konkrét oka van neki. Tárd fel, és magad előtt ismerd el, tedd világossá, hogy mi a bűntudatodnak az oka. A másik, hogy minősítsd ezt a bűntudatot, hogy akkor ez most egy valós bűntudat, jogos vagy nem jogos. Ha mások vétettek ellened, és azért érzel bűntudatot, akkor nem kell, hogy bűntudatot érezz. Ha már lerendezted azt a bűnt a múltban, akkor nem kell, hogy bűntudatot érezz. Tehát ez nagyon fontos, hogy minősítsd, határozd meg, hogy ez a bűntudat az egy helytálló, jogos bűntudat, vagy pedig egy nem jogos bűntudat az életedbe. És ha nem jogos, akkor állj ellene, mert az ördög a vádló, aki próbál téged lenyomni. Ha pedig jogos a bűntudat, mert nem rendezted még, akkor hozd Istenhez. Hogyan tudod rendezni Istennel? Úgy, hogy megszólítod őt, és bevallod neki. Hangosan kimondod, hogy Istenem, ezt és ezt tettem, így és így vallottam kudarcot, ez és ez a hiba ilyen és ilyen következményekhez vezetett, ilyen és ilyen gyengeségem van, Óram, kérlek, bocsáss meg ezt nekem. Én eléd hozom. A következő, hogy nyilvánítsd ki a hitedet Jézus Krisztus helyettesítő áldozatában. Mondd ki hangosan az Isten előtt azt, hogy köszönöm neked, hogy te meghaltál az ezért a bűnért is. Köszönöm, hogy magadra vetted ennek a büntetését is. Én most átadom neked, és kérlek, hogy töröld el, kérlek, hogy bocsásd meg. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mondd ki. Nem létezik bűnbocsánat Jézus Krisztus engesztelő halála és feltámadása nélkül.
Ezért szokták mondani azt, hogy a Jézus kereszténél kell letenni a batyut. Egyetlen egy hely van a világon, ahol le tudod tenni a bűneidnek a terhét, az a názareti Jézus Krisztus keresztje, az ő halála és az ő feltámadása. És ezt úgy tudod megtenni, hogy kimondod hangosan, lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy egy másik testvéreddel együtt, de kimondod hangosan, bocsánatot kérsz, megvallod, és elfogadod, hogy Jézus Krisztus ezért is meghalt, és kéred, igénybe veszed az ő megváltását. Azt mondja a Biblia a zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus vére, ami kifolyt értünk a kereszten ártatlanul, képes megtisztítani a lelkiismeretünket. Ez egy valóságos csoda. Tudjátok, vannak ezek a reklámok, hogy jaj, foltos volt a ruha, minden, ne próbáltam már. De most a Venice Ultra Gold Plus Supra, nem tudom mi. Az most kihozta belőle. Annyi mindennel próbáltam már a lelkemről levakarni, ugye Ágnes asszony a ruháját a patakban mossa, mossa, nem tudom mi van ma. Csupa, azért költemények jutnak eszembe. És akkor mossa, 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 de sehogy se jön le. Hát Jézus vére. Ez most nagyon rosszul van. De tényleg így van. Az, mikor Jézus Krisztus Isten fiának a vére kifolyt a kereszten, a te bűneidre Isten bocsánatot adott. És amikor te elfogadod, valóságosan megtisztít, és az a csoda történik meg, hogy volt lótetű, nincs lótetű. Rágta, de már most nem rágja. Mert Isten megbocsátott, megtisztított. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék mondani, hogy a bűnbocsánatot el kell fogadnod. Nem azt mondom, hogy bocsáss meg magadnak, mert ilyen nincs, hanem azt mondom, hogy fogadd el a bűnbocsánatot. Tessék elfogadni! Ne élvezkedj abba, hogy te még mindig olyan bűnös vagy. Olyan bűnös vagyok és méltatlan. Nem vagy bűnös, nem vagy méltatlan már, mert Isten a legdrágábbat érted adta. És ezért, hogyha benne dagonyázol, a bűntudatba, az önsajnálatba, a fájdalomba, akkor az Úr Jézus nevében mondom neked, hogy tessék kiszállni belőle. Fogadd el a bocsánatot, és ne élj még mindig a régi bűneidnek a súlya alatt. Ne engedd, ne tedd ki a kertedre, hogy lótetüket szívesen látunk, mert ez egy kártevő. Hanem ültess olyan növényeket a kertedbe, aminek a szagát nem szeretik a lótetők. Egyébként ez a módszer, nem tudom, én olvasgattam utána, hogy bizonyos levendulát, meg mit tudom én, egy-két dolgot be kell ültetni a kertbe, és a lótetők elkerülik. Nem szeretik az illatát. Tessék, Isten kegyelmébe kell gyönyörködni. Bele kell gyökerezni Isten kegyelmébe. Be kell ültetni a szívedbe Isten kegyelmét. Jézus Krisztus megváltásának a nagyságát, az Isten dicsőítését. Ilyen növényeket ültess bele a lelkedbe, és akkor a bűntudat nem fog tudni bejönni. Mert nem szereti az illatát. Amen. Szóval, atyám fiai és lányai, Isten meg akarja a bűnöket, meg akar szabadítani ennek minden terhétől. Most arra kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és imádkozni fogunk, és szeretnénk elénekelni egy dalt. Lehet, hogy nem tudtam annyira frappánsan összefoglalni a mondani valómat. Köszi, megnyugtattatok. Olyan bűntudatom van, Uram, hogy nem tudtam elég jól prédikálni. Szóval, ez az elmélet, de én hiszem, hogy az Isten szava egyúttal, és ezért a lelkünket megérintettem. Úgyhogy most tartsunk egy lótetűírtást. És arra kérlek, hogy gondold végig, hogy van-e a lelkedben bármi, ami még mindig nyomaszt, ami még mindig kísért, ami miatt még mindig kárhoztatás alatt vagy. Ha van ilyen, akkor először kérlek, hogy azt gondold végig, hogy ezt rendezted-e már. Kérted-e már Isten bocsánatát? Elfogadtad-e már azt, hogy Jézus ezért is meghalt? Ha még nem, akkor most, amiközben ezt a dalt énekelni fogjuk, kérlek, hogy tedd meg. Nem kell föltétlen velünk énekelnetek, ha imádkozni szeretnél közben. Akkor imádkozz közben. Figyeljetek, az Isten tiszteleten azért vagyunk, hogy történjen bennünk valami.
És Istennek ennek az volt az üzenete. Azért volt ez az üzenete, hogy a lelkedben megváltozzon valami. És ne csak úgy menj el, hogy ja, tényleg ez így van. Hanem akkor, ha le kell tenni valamit, akkor most tedd le. Ha van valami bűnöd, kudarcod, hibád, gyengességed, vagy mások vétke, amit még nem rendeztél, akkor most tedd le. Szólítsd meg magadba, vagy félhangosan Istent, vald meg neki, fogadd el, hogy Jézus is ezért meghalt, és kérdező bocsánatát. Hogyha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged ehhez, és szeretnéd, hogy valaki imádkozzon veled még, akkor vagy menj oda hátra az imasarokba, és ott fog érted imádkozni valaki, vagy ide előre is jöhetsz Viktorhoz, vagy Tomihoz, de azt is megteheted, hogy odafordulsz csak egy olyan testvéredhez, akiben bízol. És kérd meg a melletted ülőt, hogyha jóba vagy vele, remélem. Ha annyira jóba vagy vele, kérd meg, hogy imádkozz értem. Figyeljetek, legyen ez egy ilyen kis műhely. És imádkozzunk azért, hogy az Úr tisztítsa meg a lelkünket. Isten azt akarja, hogy félelem nélkül szolgáljuk őt. Azt akarja, hogy örüljünk, hogy szabadok legyünk, hogy az ő békéje áradjon a lelkünkbe. Hogy ez a közösség egy olyan közösség legyen, amely tiszta, amelyeken az Úrnak a dicsősége át tud ragyogni. És nem rágják a gyökereket, semmiféle lótetűt.